A hold mindig is érdekelte az emberiséget. Vajon mit rejthet az a fehér égitest, melyet minden éjjel láthatunk? Sok science fiction író képzeletét megragadta már, olyan klasszikusoktól kezdve, mint H.G. Wells és Jules Verne, olyan kortársakig, mint Kim Stanley Robinson és Andy Weir. Az elmúlt pár évben ismét aktuálissá vált a hold, mint a sci-fi történetek helyszíne. Ennek pedig több oka is van. Ideje beszélni ezekről. Nem állunk túl fényesen azzal az utopisztikus elképzelésünkkel, hogy meghódítjuk a galaxist. Ugyan a világegyetem titkaiból sokat felfedezhettünk már, még mindig nem tudunk embert juttatni máshová a Holdon kívül. Én személy szerint úgy gondolom, hogy ennek több oka van. Azon túl, hogy az űrkutatás egy roppant költséges művelet, nagyon lassan térül meg a befektetés. Az emberek pedig, különösen napjainkban, jóval türelmetlenebbé váltak. Elmondható, hogy azok a technológiák fejlődnek a legdinamikusabban, melyekkel a legtöbb pénzt lehet keresni a legrövidebb idő alatt. Csak nézzétek meg, hogy az internet milyen látványos fejlődésen ment keresztül az elmúlt 10-15 évben, vagy a mobiltelefon. Ezek olyan eszközök, melyekkel gyorsan hajthatunk végre különböző műveleteket. A telefonnal bárkit fel tudunk hívni egy gomnyomással, az interneten pedig néhány szó beírásával végtelen mennyiségű információhoz férhetünk hozzá. De az űrkutatás? Az űrkutatás egy nagyon költséges, nagyon időigényes és nagyon lassan megtérülő elképzelés. A NASA számára jobban megéri egy űrállomás kiépítése, melyet hold körüli pályára kíván állítani. De még ennek az összeszerelése is évtizedeket vett igénybe. Felkeltette az érdeklődésemet pár éve a Lunar Orbital Platform Gateway, azaz a LOBG. A LOBG egy űrállomás, melyet 2022-ben kezdenek majd összeszerelni. Egy napenergiával működtetett, hold körüli pályára állított kutatói és kommunikációs bázisról van szó, mely a tervek szerint idézőjelesen átjárót biztosíthat majd egy lehetséges marsi, vagy még távolabbi úthoz. Erre azonban a leghamarabb csak 2033-ban kerülhet sor, és ott van még a lehetőség, hogy a projektből nem lesz semmi. A LOBG tervét ugyanis több szakértekintély is kritizálta, mivel feleslegesnek tartják a beleölt energiát. A LOBG ugyan egy hold körüli pályára álló bázis, de nem ereszkedik le a holdra. Egy kifejezetten a hold felszínére épült bázis építésének ötletét jóval értelmesebbnek tartják a szakértők, amit én magam is támogatok. Ez nyitotta fel a szemem arra vonatkozóan, hogy ha valaha is meg fog valósulni az űrutazás, akkor az nem az adófizetők pénzéből fenntartott NASA jóvoltából fog megtörténni, hanem magáncégek visznek majd el bennünket a csillagok közé. Szurkolok Elon Musknak és a SpaceX csapatának, hogy megvalósuljon a tervezett Mars misszió. A science fiction sosem volt kifejezetten egy űrközpontú zsáner, mégis az a legnépszerűbb témája. Akik szeretnének olyan sci-fi történeteket írni, mely tudományközpontú és hiteles képet akar festeni a jövőről, azoknak ragaszkodniuk kell a nyilvánosságra hozott tudományos adatokhoz. Mint kiderült az eddigiekből, a tudomány jelenlegi állás alapján a galaxison átívelő űrkalandok nem a közeljövőben fognak megvalósulni, de talán még évtizedek vagy akár évszázadok is kevesek lesznek hozzá. Ezért is fordult a figyelem arra az égitestre, melyen járt már ember, és miért akkor is látunk, ha felnézünk az éjszakai égboltra. Fogalmazhatunk úgy is, hogy látótávolságban van. Egy árnyalatnyival reálisabbnak érezzük, hogy oda talán még eljuthatunk, és talán élhetővé tehetjük. Én ezt a nézetet nem osztom, de megértem, hogy sokan miért éreznek így. Mi, emberek, egy elképesztően kényelmes kort élünk. Hozzászoktunk, hogy kérdéseinkre azonnal megkapjuk a választ, és hogy relatíve gyorsan tudunk utazni a világ egyik pontjáról a másikba. Társadalmunkban jelentős változások is végbe mentek, melyet jól visszatükröznek a kortárs sci-fi regények is. A tömérdek disztópia remekül rávilágít arra, hogy kezdjük elveszíteni a jövőbe vetett hitünket. És mivel már a bevett üzleti gyakorlat lett minél kevesebb munkával minél több pénzt keresni, ezért szinte mindenki rövid távú megoldásokban gondolkodik. Jelenünkbe egyszerűen nem illik bele az a pozitív jövőkép, melyet Asimov és Clarke álmodtak meg,
Ezért örül a szívem, ha a pozitív mentalitású szifikkel találkozom, mert az emberiség nem veszítheti el a szebb jövőbe vetett hitet. Különben felemész bennünket a testpecség. Te szívesen élnél a Holdon? Hogyan látod az űrkutatás jövőjét? Ha gondolod, írd le kommentben a választ. Ha tetszett a videó, kérlek szépen nyomj egy lájkot, ha pedig szeretnél még hasonló tartalmat látni a csatornán, akkor kérlek iratkozz fel. Hamarosan újra jelentkezem, addig is sziasztok, és olvassatok sokat!